Megtelt a jogi kar nagy előadója múlt héten. Pedagógusok, pedagógus hallgatók, iskolai védőnök és gyermekvédelmi szakemberek érkeztek, hiszen az egyetem a megyei rendőrkapitánysággal és a tankerülettel közösen konferenciát szervezett az iskolai erőszak és a bántalmazások témakörében. A Széchenyi István Egyetem ezen kérdéssel, ezen társadalmi problémával is rendszeresen foglalkozik. Ahogy egyébként az együttműködő szervezők felsorolása, ahogy elhangzott, illetve a résztvevők körének egyes csoportjait hallottuk az imént. Látszik, hogy elég komplex problémáról van szó. Ez egy társadalmi probléma. A mai társadalomban, csak a magyarban, máshol is az erőszaknak van egyfajta kultúrája, és ezzel foglalkozni kell több területen, többféle szakértőnek kell ezzel foglalkoznia, és ezen szakértők egy körét a Széchenyi István Egyetem és az Állami Jogtudományi Kar saját kollégáinak is tudhatja. A rendőrség bűnügyi rendőrfőkapitány helyettese kiemelte, hogy visszagondolva az ő gyermekkorára, már akkor is történtek a diákokkal az erőszak vagy a bántalmazás kereteibe illő cselekmények, de akkor ezek nem kaptak hangsúlyt. Manapság azonban ezekkel már komoly szakemberek foglalkoznak. Már eljutottunk oda, hogy ez egy olyan bűncselekmény kategória lett, amiből feljelentések születnek, büntetőeljárások vannak folyamatban. És ez azért végtelenül elszomorít, mert nem biztos, hogy el kellene jutni idáig. És nem csak zaklatás miatt indul büntetőeljárás nálunk, attól függ, hogy milyen, mondjuk ha a fizikai bántalmazásról beszélünk, hogy akkor milyen a sérülés foka, akkor a testi sértések. És amire meg ugye oda kell figyelni, hogy, és különbséget kell tenni, de nyilván ezt majd az előadók úgyis el fogják mondani, hogy ugye egyre több az iskolai agresszió, de azért különbségettel kell tenni, ugye, hogy mi az a bullying a kortárs csoportok közötti, mondjuk kirekesztés, bántalmazás, testi-lelki és ilyen-olyan áldozattá válás, mert nyilván megint más, hogyha mondjuk kosármeccsen valaki az adrenalin hatása alatt mondjuk fellöki a másikat. Én azt szeretném, hogyha értő fülekre, meg megértő közegre találna ez a pedagógus társadalomban. Nekem is van egy olyan hibám, hogy valamikor még pedagógusnak készültem, és láttam gyerekeket közelről, úgyhogy tudom, hogy nem egyszerű, és nyilván a szülőkkel sem egyszerű. Dr. Kis Tibor Őrnagy kriminológus, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem adjunktusa előadásában arról beszélt, hogy a bántalmazások egyik fő területe az internet és a kibertér, a másik pedig az iskolai osztályterem. Egy kutatás szerint a megkérdezett diákok több mint 80%-a éli át az erőszak valamilyen formáját. Az is kiderült, hogy a legtöbb esetben lelki bántalmazásban részesülnek a diákok, mind az iskolán belül, mind pedig az interneten. Mi az az iskolai erőszak? Ugye sokan sokféleképpen próbálják ezt megfogalmazni. Ha megkérdezünk egy tanárt, pedagógust, egy rendőrt, egy ügyészt, egy bírót, egy jogászt, egy szülőt, egy diákot arról, hogy mi az iskolai erőszak, mind-mind talán másféleképpen fogják megfogalmazni azt, hogy mi zajlik az iskolákon belül, de ez egyáltalán nem csoda és egyáltalán nem különleges dolog, hisz mindenki úgy fogalmazza meg az iskolai erőszakot, amennyit lát belőle és amennyit megél belőle. A konferencián előadást tartott még dr. Somogyi Angéla, klinikai és mentálhigiéniai gyermekszakpszichológus, egyetemi docens, Reiderné dr. Bánki Erika, egyetemi docens, valamint dr. Nagy Adél, a Győri Tankerületi Központ igazgatója.